Mécsesekkel a kezükben érkeznek az emlékezők a Moson-Magyaróvári gyásztérre. Ma már szinte romokban áll az a laktanya, ahonnan 1956. október 26-án sortűz zúdult a Békésen ünneplő tömegre. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője elmondta, az emberek 66 évvel ezelőtt azért jöttek ide, hogy levetessék az épületről a diktatúra jelképét, a vörös csillagot. Felszabadultak voltak, zászlókkal vonultak és énekeltek. A szózatot is elkezdték. Hazádnak rendületlenül. És akkor eldördültek az első lövések, felkelepeltek a géppuskák. És az ének hangja helyett a sikolyok, a halálhörgések lettek úrrá a téren. Hazádnak rendületlenül. Ez az egyik üzenete az itt történt eseményeknek. Hazádnak rendületlenül. Nagy István hozzátette, 1956 hősei irányt mutattak. Az emlékezéssel kifejezzük, hogy tisztában vagyunk a felelősséggel, amelyet a forradalmi események elindítói hagytak számunkra örökül. A néma főhajtások, a koszorúk virágai, a mécsesek fényei mind-mind olyan látszólag apró jelek, amelyek segítenek irányban maradni. Látszólag apró jelek, de üzenetük örökérvényű. Jelzik, hogy összetartozunk. Jelzik, hogy szeretettel és tisztelettel viseltetünk hazánk, nemzetünk iránt. Jelzik, hogy mi magyarok megbecsüléssel fordulunk olyan értékek felé, mint a szabadság, a függetlenség, a bátorság és az áldozatkészség. És azt is jelzik, hogy magunk mögött hagytuk azt az időszakot, amikor 1956 csodájáról csak suttogva, megfélemlítve beszélhetünk, és amikor tilos volt még emlékezni is. Az áldozatokért és a túlélőkért Csáfordi Julianna református lelkész mondott imát, majd a Hunyadi Mátyás technikum diákjainak műsora következett. Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csendett. És sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Koszorúzással ért véget az ünnepség a Golgota szobornál, ahol Novák Katalin köztársasági elnök is fejet hajtott. Miközben érkeztek a koszorúk, az áldozatok nevét sorolták. A mai napig nem tudni pontosan, hányan haltak meg a golyózáporban, többségük azonban még csak diák volt. Varga Erzsébet, 19 éves.